feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. A kormány nem tudja, nem meri, nem teszi címmel. A miniszter úr halaszhatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Budai Gyula államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Képviselő asszony már eleve jelezte, hogy elfogadja a válaszadó személyét, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár úr. Rinya Szentkirály, Görgeteg, Lábon. Csak néhány azok közül a települések közül, amelyek Somogy begyében már a gyarmatosítók kezébe kerültek. Ezen falvakban egy olasz földes úr, Carlo Benetton használ 2000 hektár földet zsebszerződések által, de további 5000 hektár már ténylegesen is az ő tulajdonában van. Az, hogy hogyan szerezhette meg az 5000 hektár tulajdonjogát, bűncselekmények gyanújának sorozatát vetheti fel olyannyira, hogy ebben a kérdésben már maga az NBH is nyomozott, egyébként eredménnyel, amint azt nyilván az államtitkár úr is tudja. Ám ennek ellenére az olasz tulajdonos és annak helytartója oly annyira birtokon belül érzik magukat, hogy a zsebszerződések elleni demonstrációnk előtt zaklatják, sőt, fenyegetik is a helyi lakókat, és rajtuk keresztül, mint országgyűlési képviselőt, engem is. Ezért most, tisztelt elnök úr, államtitkár úr, kérem, engedjék meg, hogy felhasználva a TV közvetítés kínálta lehetőséget, egy üzenetet fogalmazzak meg. Iszakó úr, vagy ha már ennyire otthon érzi magát, Izsák úr, ez idő szerint az én hazám, a mi hazánk. A törvényeket nem Rómában hozzák, és a jogtalan bitorlóknak pedig kívül tágasabb. Tisztelt államtitkár úr! Egy március 30-ai kormányhatározat tárcaközi bizottság felállítását kezdeményezi a zsebszerződések feltárása érdekében. De ez a probléma megoldási szintet a magyar földkérdés már réges-régen túlhaladta. Ahogy a konkrét eset is megmutatja, itt azonnali beavatkozásra van szükség. A tulajdonjog megsemmisítésére, a gyarmatosítók által okozott károk megfizettetésére. Ezzel szemben, amikor ez az ügy ön elé, mint elszámoltatási kormánybiztos elé, illetve a legfőbb ügyészség elé került, semmi sem történt, és az egészet úgymond elévülés miatt lezárták. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem, ezek szerint, ha elévülhet 5000 hektár ügye, akkor előbb-utóbb elévülhet akár 93000 négyzetkilométeré is? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő asszony. A válaszra megadom a szót Budai Gyula államtitkár úrnak. Országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Én azt gondolom, hogy a mai nap az önök frakciójából ez már a második olyan felvetés, hogy mit kívánunk tenni a termőföld védelme vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy az ön frakcióvezetőjének én elég világosan fogalmaztam, és ön is hivatkozik arra a kormányhatározatra, amely tárcaközi bizottság, egy operatív bizottság felállítását kezdeményezte a zsebszerződések megakadályozása felülvizsgálata vonatkozásában. Ez a bizottság ezen a héten, szerdán fogja megtartani első ülését, ugyanakkor a minisztériumok már folyik a munkacsoportokon belül, az az előkészítő munka, amely alapján azt a közel 1,5 millió hektár zsebszerződések útján külföldi tulajdonban használatban levő földterületet kívánja a magyar állam visszaszerezni. Képviselőasszony, én azt gondolom, hogy mi nem csak mondjuk, hanem már tettük ebben az ügyben. Én mai nap itt a parlament előtt elmondtam azt az olasz tulajdonú Mariano Kft.-vel kapcsolatban történt legfelsőbb bírósági döntést, amely alapján közel 3000 hektár terület visszakerült a magyar államhoz. Ugyanilyen eljárást folytatunk a német tulajdonú Hubertus Bt.-vel, aki a Nagyberekben közel 8000 hektár állami földet bérel. Ebben is bírósági eljárás folyik Bécsben, a választott bíróság, illetve a Somogy megyei bíróságon, és a nemzeti parkok vonatkozásában az összes külföldi kézben levő területet felül fogjuk vizsgálni, és ezeket a szerződéseket felül fogjuk bírálni, mert van lehetőség a péleti szerződésben, hogy 60 napra a nemzeti park igazgatósága felmondja ezeket a szerződéseket. Én úgy gondolom, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben is mindent megteszünk, azért, amit ön is mondott, mert azt gondolom, hogy ebben a kérdésben egy úton haladunk, a magyar termőföldet meg kell védeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszont válaszra Hegedűs Lórátné jegyzőasszonynak adok szót, parancsoljon, képviselő asszony. Tisztelt államtitkár úr, én őszintén reméltem, hogy érdemi választ fogok öntől kapni ebben a kérdésben, de sajnos csalódnom kellett. Az a kérdés, amit fölvetettem, ez a konkrét eset. Ebben a kérdésben nem történt semmi, sőt azt mondták ki, hogy ez az ügy elévült. 2009-es ügyről van szó, teszem hozzá, tehát nem
évtizedekkel ezelőtti problémáról, és nyilvánvalóan bűncselekményekre van alapítva a tulajdonjog. Itt nem kéne, már bocsásson meg, bizottságosdit játszani. Tudjuk, hogy a 2002 és a 1998 és a 2002 közötti időszakban már volt ilyen bizottság. És mi történt az osztrák bírcsakügyében? Volt egyetlen egy zsebszerződés felülvizsgálva, dehogy is volt. Kérem, ez egy olyan ügy, amit már most el lehetne kezdeni, sőt, már akkor el lehetett volna kezdeni, és a legfőbb ügyészségnek ki kellett volna mondani, hogy bűncselekmény történt. Ilyen egyszerű. Megtörtént a nyomozás, nyilvánvalóan úgy zárták le, hogy vádemeléssel zárták le, és valamilyen nyilvánvaló politikai ügy miatt, valamilyen politikai érintettség miatt kellett az ügyet, hogy így mondjam, elkefélni, elsimítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egy perces viszont válasz illeti meg Budai Gyula államtitkár urat is. Parancsoljon. Képviselő asszony, hogy egy ügy elévült, azt remélem nem nekem kívánja felróni, mert én nem vagyok jogalkalmazó hatóság. Azt esetleg a bíróságnak vagy az ügyészségnek kellene felróni. Én azt gondolom, hogy azokban az ügyekben, amelyben mi vizsgálatot folytattunk, soha nem állapítottuk meg, hogy elévült. Ezeket az ügyeket mindig eljuttattuk a megfelelő hatóság vonatkozásában, akár a Mariano, akár a Hubertus, akár más külföldi tulajdonban levő Magyarországon haszonbérleti szerződés alapján állami földeket bérlő gazdasági társaságokkal szemben. Én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot kér számon rajtam, amiben én nem vagyok joghatóság. Ugyanakkor egyet tudok önnek ajánlani, vagy javasolni. Én nem bizottságosdit fogok játszani ezen operatív bizottság vonatkozásában, hanem azon minisztériumokkal, amely ebben a tárcaközi bizottságban részt vesz, le fogjuk tenni a parlament asztalára azokat a javaslatokat, amely akár a büntető törvénykönyvön keresztül, akár a polgári törvény, vagy más jogszabályokon keresztül meg fogja akadályozni, hogy 2014 májusában a külföldiek az általuk zsebszerzés útján használt bérelt területeket elvigyék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr!